Új Dove Zero-zodor. 0% alumíniumfóval, 0% alkohollal. Egész nap segít frissnek maradni. Ápolás a puha és sima hónaljakért. Új Dove Zero. Az egyetlen alumíniumfómentes dezodor, amely egynegyed rész Dove hidratáló krémet tartalmaz. Ha, ez csak egy prank volt. Üdvözlöm a kedves nézőket, jó napot kívánok, én Nagy Márton vagyok, és itt van velem... Bobby! 3-2-1, az első komment világbajnokság! Na vajon ki lesz az első kommentelő a legújabb videónál? Ezt fogjuk ma kideríteni, ugyanis a kettő leggyorsabb játékos maradt állva Szabi S legújabb videójánál. Vajon ki fog először kommentelni? Jovanovics Dávid az egyik jelöltünk, aki a fogadóirodák nagy favoritja, de már láttunk nagyon durva meglepetéseket. Láttunk már bizony, és Bálint Csenöl a második játékosunk, aki eldöntheti ezt a versenyt. Úgyhogy nézzük is, hogy mi lesz itt, úristen, ugyanis tudjuk, hogy Szabi S videója pontban 14:00-ra van időzítve, és Dávid Csele, ott van a gép előtt Dávid Csele! Úristen, már ott van 13:50-kor, és vajon hova tűnt Jovanovics Dávid? Hova tűnt Jovanovics Dávid? És ott van! Megkapja az értesítést Jovanovics Dávid, de ki lesz az első kommentelő? Ez nagyon izgalmas, nagyon izgalmas! De ott van! Ott van! Mind a ketten kommenteltek! 14:00-kor, ott van mind a két komment. Hú! Akkor frissítsük rá a YouTube-on, vajon melyiket hozza ki elsőnek? Mindenki tűkönül, a fogadóirodák lezárták a szavazást, vajon ki fog nyerni? És akkor eldől a 2018-as komment világbajnokság győztese. Mindenki azt, mind a ketten azt kommentelték, hogy első, ennyi spoilert elárulhatok, és akkor ráfrissítünk az oldalra, Szabiék legújabb videójánál 10 megtekintésnél 2 komment van, Jovanovics Dávid és Bálint Channel! Én győztem Jovanovics Dávid! Úristen! Lezárjuk a 2018-as komment világbajnokságot! Sziasztok srácok, én Fun Mainmaker vagyok. Hogy lehet, hogy valaki Fun Mainmakernek hív még a mai napig? Sziasztok srácok, ez a legújabb videó, és ebben a videóban egy elég érdekes témát hoztunk. Sőt, ezt ki kell mondani minden videóban, ez egy új videó, ha nem tűnt volna föl. A mai videó arról fog szólni, hogy elkövettem egy hibát. Nálam van olyan, hogy így benne van a fejemben valami, amit tudom, hogy nem kéne megcsinálnom, de egyszerűen nem bírom ki, hogy ne csináljam meg. Szeretnék elmúlést kérni tőle, hogy összeállítom a vécét. És összejövök Csecse Attilával. Egyik ilyen, ami ebbe tartozik, ugyanebbe a kategóriába, az a régi videók alatt lévő kommentolvasás. Na most az kettő dolog miatt egy eléggé... hogy nem tudom befejezni, ez a retkes ki... Isten f***t már, hogy f***ele a f***et is retkes f***omat már. Ha politikailag f***ot semleges anyátokat, hogy f***tok le magatokat, ki manipulálható f***okó propagandista. Wow. Nekem tudom, mik vannak, én rájöttem. Ilyen mini agresszióim.
hogy nekem a nap folyamán van sok kicsi mini agresszium, amivel levezetem a feszültséget. Tehát nem egyszerűen ki nagyban, hanem minik. Például, hogy megyek az utcán, és egy kicsit belerúgok a földbe. De az a lényeg, hogy elkövettem azt a hibát, hogy nem mondtam el, hogy szombaton élőadás lesz, ugyanis havi... Igen. Szombaton 8 körül lesz élőadás. Pontban. A lényeg az, hogy most olyan dolgok lesznek élőben, amik még nem voltak. Hát mondjuk, mi lesz a napi rendi pontjai? Nem. És aki az előző kettő adást látta, az tudja, hogy na most nem tudja, mire számíthat. Szóval elolvastam a kommenteket régebbi videóknál, és megfigyelhető a tendencia. Ilyen idősíkon fel lehetne helyezni, hogy a like-dislike arányváltozás az miktől függhet. Tehát nem feltétlen a videó minőségére irányulnak a lájkok, meg a dislike-ok, a legtöbb esetben, nagyon sok esetben azt mondhatnám, hogy túlnyomó részben személyes indítékkal lájkolunk és dislike-olunk videókat. Magyarul, nekem szimpatikus a videós vagy nem, hogyha éppen valaki arról mond véleményt, aki nekem az egyik szívügyem, akkor bedislike-olom, mert hát miért mond nekem teljesen ellentétes véleményt az illető, úgyhogy nagyon sok mindentől függhet, és a legtöbbször nem magára a videóra irányulnak a lájkok meg a diszlájkok, hanem abban az esetben, hogyha vélemény kifejtésről van szó, akkor az ellenkező véleménynek a kifejezése, hogy te most lájkolod vagy diszlájkolod a videót. Nem véletlen az, hogy a mainstream videósok, akik nagyon törekednek a PC-ségre, azoknak a like-diszlájk aránya, meg az én 2015-ös videóimnak is 99%-os, mert ott mi a faszért diszlájkolna az, aki alapból nem szimpatizál velük, mert nincsen semmi okunk rá. Mert hogy így nem ártanak nekünk azok a videók semmilyen szempontból, így jó, meg se tudná. Igazából most, hogyha nekem meg kéne fogalmaznom, hogy mi az igazi problémám ezekkel a mainstream videósok, így nem tudnám. Van az az érzés, amikor így belül érzed, hogy nem helyes valami. Viszont mi megfogalmazni nem tudja az ember, majd idővel kialakul, hogy mi az, amiért úgy gondolt, hogy ez nem korrekt. Tételezzünk fel egy olyan videót, ami felkapott lesz. Ez egyébként a ritkább típus. Tehát azok a videók, amiket feltöltünk, és felkapja a YouTube. Meg ugye az algoritmusba bekerül, és egyre többen megtekintik. Ez nagyon ritka. Viszonylag ritka. Eléggé. Nem sok ilyen van. És ott figyelhető meg a tendencia, hogy az első periódusban kik nézik meg és kommentelnek és lájkolják, azok, akik már föl vannak ránk iratkozva, 20-30 ezer ember, akik ismernek minket, akik tudják, milyen a stílusunk, és tudják nagyjából, hogy mire számíthatnak, ezért nem is nagyon tudnak meglepődni azon, amit mi fölteszünk, sőt, nem is nagyon tudunk olyan meglepetést okozni, mert benne van a pakliban, hogy ezt fogjuk csinálni, mert minden benne van, bazd meg. Na most! Hogyha ez a 20-30 ezer ember megnézte a videót, és mondjuk tegyük fel egy konkrét szeméről beszélünk, akkor a 30 ezer után amennyiben felkapottá válik a videó, megjelenik az ellentábor. Tehát elkezdenek jönni azok az emberek, akik nincsenek átfedésben a mi nézőtáborunkkal, és csak az XY videósnak a nézői. Na most azt képvisel az ellentábort, ilyenkor szokott a like-dislike arány meginogni, és ilyenkor szokott a troll kommentek száma is meginogni. Egyetlen egy közös van azokban a kommentelőkben, akiket ma említeni fogok. Ezért nem is szeretném túlhúzni ezt a témát, mert nem nagyon lehet. Mindegyik 12 éven aluli. Feltétlenül jó általánosítás a trollokra. Nem a trollokra. Nem a trollokra mondom, ezt azokra mondom, akik nem bírják kezelni a kritikát. Na most akkor itt jön képbe az, hogy a tartalomgyártó felelősségvállalása, amennyiben nem bírja a saját nézője kezelni a tartalomgyártó iránti kritikát. Ez miből adódik? Abból adódik, hogy általában akikről mi véleményt mondunk, azok PC videósok. És elég érdekes itt a kontraszt, ezt neked is felírnám a figyelmedet rá, Bobby, hogy érdekes a kontraszt, hogy azok a videósok, akik a legjobban törekednek arról, hogy csak pozitívan PC gondolkodás, ha azok kritikát kapnak, akkor az ő nézőik eresztik ki a legdurvább gyűlöletet önmagukból. Érted? Érted ezt a kis kontrasztot, hogy engedik a csak pozitivitás világot a nézők felé, hogy mindenkiről csak jót vagy semmit, és utána egy kritikát kap a videós, és jönnek a fanatikus elvakult rajongók is, az akasztását kívánják a vélemény nyilvánítónak konkrétan. Miközben ugye alapjáraton akkor mi, nem is ez az üzenet? Hogy valakiről vagy jót vagy semmit, és itt most nem feltétlenül a Szabi esre gondolok, de bármelyik mondjuk I have no idea Hungry-ről mondanék egy véleményt, jönnének ugyanúgy a fanatikus rajongók vagy a Henry Kettnerről. Úgyhogy ez egy elég érdekes kontraszt, hogy általában azok nem képesek a kritika elfogadására, akik a legjobban erőltetik azt, hogy fogadjunk el mindent, és legyünk pozitívak, folyamatosak. Miért probléma az, hogy a videós nem reagál a kritikákra, főleg akkor, hogyha egy nézettebb videós csinál kritikát róla? Egyrészt azért, mert akkor a néző sem tudja, hogy hogyan reagáljon arra a kritikára, mert látja, hogy egy létező dolog, hogy egy másik videós kritizálja az ő kedvenc videósát. Na most így a nézőre van bízva. És mivel azt látta annál a videósnál, hogy kritikára
nem reagálunk olyan szinten, hogy érdemileg, ezért valahogyan a feszültséget levezetve csak egy bazd meg a kurva anyát fog kijönni a 12-8 éves gyerek száján. Ha egy videós nem tudja éretten kezelni a kritikát, akkor miért velük a 8-12 éves nézőit az átlag életkortól? És megint oda jutunk, ahol mondom, hogy a nagy youtuberek, meg minden, semmi... Nem a legintelligensebb fajtából jönnek. Hát persze. Kérdele. Hát abban azonosulni tudunk velük, nem? Tehát, hogy... És itt van az, hogy nem csak, hogy a... Hát aki intelligensebb, az ugye átlátja. De hát itt a kérdés az, hogy az ember át akarja látni a folyamatot, vagy csak a része akar lenni. Ha rólad kritikát fogalmaznak meg, mert van egy fanatikus rajongótáborod, és tudod jól, hogy 12 évesekből áll, akkor pontosan jól tudod, hogy nem kell külön kérned a nézőidet, hogy oda kommenteljenek bazd meg a kurva anyádokat. És hogyha nem kéred külön a 12-8 éves rajongóidat, hogy ezt ne tegyék, akkor ezt meg fogják tenni. Mert fiatalok. Ott vagyunk, hogy azon a szinten vannak a videósok, hogy ilyen isteni magaslatokba kerültek a 8-12 éves korosztály számára, és senki nem akarja felvilágosítani őket. A hanyagszülő leszarja, amit csinál a kommentelő, erre nagyon jó példa a Szabi Esteneséges videómnál, ahol utólag írt rám egy szülő, hogy belekerült a kislányának a kommentje, de ő nem tudott róla, hogy nyilvánosan mit kommentel a lánya, mert ő nem tudja, hogy mit csinál nyilvánosan az interneten. Nem világosítják fel a partnercégek sem, hogy gyerekek, nem kell mindent halálkomolyan venni, nem céljuk az, hogy tanítsák, ugye, mert a legfiatalabb korosztályt manipulálni a legkönnyebb. Olyan a videós, mint a néző. Ez nagyon sok értelemben lehet egyébként használni ezt a kifejezést. Az egyik én értelme az az, hogy konkrétan még nem kifejlődött, érzelmileg instabil, illetve értelmileg, meg intellektuálisan, meg intelligencia szintben még gyerek. Bizonytalan saját magában. Önmagában is bizonytalan, tinédzserek oktatnak velük egyidős tinédzsereket az interneten. Tehát ez olyan, mint hogyha az óvodában azt mondaná a csoportnak az óvónéni, hogy mostantól kiválasztok minden nap egy óvodást, aki az óvónője ennek az osztálynak. Vagy olyan, mint hogyha lenne egy sima osztály általános iskolában, és azt mondanák, hogy te Gyuszi, te 12 éves vagy, de nagyobb a pofád, mint nekünk, tanítsál már minket. És ebből jön az, hogy a nagyon fiatal korosztályok már nem akarnak semmit az élettől. És a véleménynyilvánítás fogalmát azt így áttették a fejükbe arra, hogy aki véleményt mond, az egyrészt nagyképű, másrészt meg ez nem szabad. Tehát, hogy ők ezzel nem találkoztak az életük során. Nem találkoztak olyannal, hogy valaki megfogalmazta a véleményt, és akár még nekik ellentétes vélemény is, és nekik ezt el kell fogadniuk. Nyilván egyébként ez minek az oka? Annak az oka, hogy gyerekként az embernek a fejében az a világnézet van, vagy világkép, az egyetlen világkép, amit ismerhet. Nem akarok általánosítani, a legtöbb gyereknél, aki nem hiper, szuper, kibaszott mega géniuszként születik, az van, hogy én központú világkép. Magyarul én vagyok a középpontban. Az én véleményem van a középpontban, amit én csinálok, az van a középpontban. A világegyetem központja vagyok. Nem mutatunk irányt ezeknek a nagyon fiatal kisgyerekeknek, ezért a túl sok píciskedés miatt elharapódzik a gyűlölet, és akkor jönnek az olyan kommentek, hogy na-na-na-na-na kisfiam, bugyuru 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 bugyuru.